A nagyecsedi református nagy templom tornya csendesen magasodik a város felé, lentebb pedig már szép számban érkeznek az érdeklődők határon innen és túlról. Az idei rendezvényt már 13. alkalommal rendezi meg a Reformátusok Szatmárért Egyesület. 2011-ben alapítottuk az egyesületünket, Reformátusok Szatmárért Egyesület, és ezzel egy időben ezt az úgynevezett fő rendezvényünket is akkor indítottuk el, mert maga a rendezvény és az egyesület hasonló céllal jött létre. Történelmi Szatmár vármegyéről van szó, tehát úgymond azokat a határokat, amelyeket Trianonban erővel meghúztak, mi úgy gondoljuk, hogy azokat a határokat bontsuk le. Természetesen tudjuk, hogy ezt elsősorban lélekben tehetjük meg, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy egymásra találjanak a szatmári reformátusok. A szocializmus nagyon érdekes időszaka volt a magyar történelemnek, hiszen Trianon tragédiájáról még csak beszélni se nagyon volt szabad, és itt egy pár kilométerre volt egy határ, de nem nagyon tudtuk, hogy ott ugyanolyan kultúrkörben élnek magyar testvérek. Amikor azt mondjuk, hogy határok, akkor egy földrajzilag mesterségesen létrejött határról beszélünk, de vannak más határok, amiket az élet úgy hozott, hogy el kell törölni, hiszen, vagy talán ezek a határok nincsenek is meg. Milyen nyelvi határ? Mert magyarul beszélnek itt is, és ott is. Kulturális. Nincs kulturális határ. Mert ugyanazt a kultúrkört éljük meg. Ha most azt mondom, hogy Kölcsey Ferenc, ő Sződemeteren született, Szatmárcsekkén élt, ott írta meg a nemzeti imádságunkat. Most ő romániai magyar költő, ő magyar. De hát mondhatjuk bármelyik erdélyi költőre, művészre, tudósra, nem azt mondjuk rá, hogy ilyen magyar, meg olyan magyar. Na most ezt akarjuk felerősíteni ezzel a rendezvénnyel, illetve hát maga az egyesület is ezért jött létre, hogy történelmi Szatmár értékeit felmutassuk, bebizonyítsuk azt, hogy vannak művi határok, de nincsenek határok a nyelvben, a kultúrában és abban a közös gondolkodásban, amit a szatmáriak megélnek Nagy Károlyban, Szatmár Németiben, vagy akár éppen itt Nagyecseden. Elkezdődött a templomba való bevonulás, és hamarosan kezdetét vette az ünnepi istentisztelet. Az ige hirdetést és a köszöntőket követően idén is átadták a Milotai Nyilas István díjat. Korábbi években a díjat Csüri István és Novák Katalin kapta, idén pedig Homonnat György festőművész és gimnáziumi tanár vehette át az elismerést. Nagyon meglepődtem először is, amikor Fülöp István barátom, a Reformátusok Szatmárért Egyesület elnöke felhívott telefonon, hogy egy díjat fogok kapni, és először ilyenkor az ember szóhoz sem jut, illetve rögtön arra gondoltam, hogy kinek köszönhető ez még, mert aki díjat kap, az nem csak ő tett valamit azért a díjért, hanem nagyon sokan, és ez is egy team munka, egy csapatmunka volt, mert én készítettem az utóbbi évek református fali naptárát, és nagyon szerettem ezt készíteni, de hát ez egyedül nem megy. A rendezvényen többek között közreműködött még a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar és az Ecsedi Bátori István Református Általános Iskola és Gimnázium énekkara.